Közel 200 évvel ezelőtt, 1823-ban közadakozásból építették a Tolnai Szentháromság szobrot. A célja feltehetően, mivel ez egy háborús járványokkal teli időszak volt, valószínűleg segítő jellegű volt. Ezt tanúsítja az, hogy a Szentháromság szoborcsoport alatt különböző segítő és védőszentek találhatóak. A szobrot legutoljára 40 évvel ezelőtt, 1982-ben újították fel az akkori községi tanács. Azóta az idő vasfoga erősen megrongálta, nagyon rossz állapotban van. A 200 éves jubileum, amit, mint mondtam, jövőre lesz, illetve az ősök iránti tisztelet és a városhoz való kötődésem motivált arra, hogy létrehozzak egy alapítványt a szobor felújítására. A Tolnai képviselőtestület támogatta az ötletet és megadta a hozzájárulását. Ami azt jelenti, hogy az alapítvány felújíthatja a szobrot, ugyanis az alapítvány tulajdona a városi, és hozzájárultak ahhoz is, hogy az alapítvány nevében szerepeljen a Tolna név. Így az alapítvány Tolnai Szentháromság szobor felújításáért nevet viseli. Mint említettem, jövőre lesz 200 éves. Az alapítvány bejegyzése folyamatban van, ugyanis jogilag akkor tekinthető létrejöttnek az alapítványt, ha a bíróság nyilvántartásba veszi. Ezt követően egy öttagú kuratórium fogja működtetni az alapítványt, melynek elnöke Rózsa László diakónus, tagjai között szerepel a Tolnai Városvédő Egyesület és a Tolnai Városépítő Alapítvány vezetői Link Judit és Reiter Antalné, valamint Illés Dezső és Jó Magam. A tervek szerint a felújítás két lépésben fog megvalósulni. Mivel a szobor műemlék, ezért engedélyeztetnünk kell a felújítást az örökségvédelmi hivatallal. Ehhez be kell majd csatolni a restaurátori tervet, egyéb dokumentációt, és ha megvan a hivatal engedélye, akkor ennek birtokában kezdődhet el a tényleges felújítást. A restaurálást egy szobrászművész, kőszobrász, Asztalos György, budapesti restaurátor fogja elvégezni. Az előzetes becslések szerint mindenre nagyjából 20 millió forintra lenne szükség. Ezt részben, úgy mint 200 éve közadakozásból, a város vállalkozóinak, vállalkozásainak, magánszemélyeinek pénzügyi adományából, részben pedig pályázati pénzből szeretnénk megvalósítani. Nagyon számítunk a mindkettőre, dacára annak, hogy ez az időszak mostán nem kedvez az ilyen pénzügyi felajánlásoknak, de bízom abban, hogy a magasztos cél miatt nem fog alább hagyni az adakozás. Annyit még el szeretnék mondani, hogy amennyiben sikeres lesz a pályázatunk, akkor nagy reménységgel vagyok, hogy jövőre a 200 éves évfordulója meg fog szépülni a szobor, és ismét régi pompájában fogja díszíteni városunk főterét sokak örömére. A történelem ismétli önmagát, most is a járványok, háború időszakát éljük. Úgy gondolom, nagy szükségünk van most is a szobron található segítőszentek közreműködésére.